És akkor jöjjön. Kevés olyan jól dokumentált közbeszerzési csalás történt Magyarországon, mint az üveges program milliárdjainak szétlopása. Mondom ezt azért, mert a miniszterelnökség ellenőrzi főosztálya erre jutott, az Európai Unió milliárdokra büntette Magyarországot a projektek miatt. Amikor az Európai Unió támogatásával elindult az üveges program, mert tudtuk, hogy ez nekünk kell, mert pont az, amit mi akarunk. És elfelejtettem a harmadikat, ami szintén fontos. Ja igen, pont a legkönnyebben. És még a magyar bíróság is felfüggesztett börtönt szabott ki 3 emberre. Nem vagyok kutya szőrös, úgy érzem magam, hogy full az lennék. Magyarország 17,5 milliárdnyi támogatást költhetett el egy alapvetően értelmes dologra, természettudományos laborok kialakítására 66 iskolában. Viszont ahhoz, hogy 90 millió forintot elkölthesse a labor megépítésére, további 210 millió forintot nem feltétlenül értelmes dolgokra, különféle segédanyagokra, munkafüzetre, kommunikációra és oktatásra kellett költeni. A közbeszerzések, még ha a részleteikben sokszor bonyolultak is, általában viszonylag egyszerű elmondani, hogy mi velük a probléma, előre látni, hogy ki fogja megnyerni őket. És vajon miért szeretné megnyerni őket? Nyilván azért, hogy túlárazva végezze el a munkát. Esetünkben ennél tovább mentek, sokszor igazából munkát sem végeztek. Amitől rosszul nézhet ki egy közbeszerzés, az öveges programnál sok esetben megtörtént. Szürreális mintákat láthatunk abban, hogy egymástól elvileg független intézmények, elvileg teljesen véletlenül pontosan ugyanazokat a cégeket hívták be a közbeszerzéseikre, és ezek a cégek sok esetben munkát sem végeztek, hanem ugyanazt a már korábban elkészített szoftvert, vagy éppen munkafüzetet adták el új fejlesztésként. A közbeszerzések kiírásából többször látszik, mennyire is gondolták ezeket komolyan. Nyilván akkor adsz 2 hetes határidőt egy szoftver kifejlesztésére, ha tudod, hogy az már kész van, és nyilván akkor küldöd el a meghívott szereplőknek a többi meghívott nevét, ha tudod, hogy már úgy is ismerik egymást. A 7 éven át tartó nyomozás nem jutott el a főszereplőkig, mindössze 3 ember kapott felfüggesztett börtönbüntetést, azért, mert 180 millió forint értékben újra és újra új fejlesztésként adták el ugyanazokat a már rég elkészített segédanyagokat középiskoláknak. Az ítélet a Librum és a Hunniarek Kft. Fentvázolt tevékenységével kapcsolatban született, az egyik elítélt pedig az a Csizmadia Imre, aki a Gyulai Önkormányzat Közbeszerzési Bizottságának fideszes tagja volt 2 cikluson át. Az ítélettel kapcsolatban 2 probléma mindenképp felmerül. Az egyik, hogy maga a miniszterelnökség nagyon sok hasonló esetet tárt fel, mint amit a vádlottak elkövettek, ám ezekben mégsem emelt vádat az ügyészség. A másik, hogy semmifajta következtetésre nem jutottak azzal kapcsolatban, hogy kik lehetnek a fő felelősök, kik szervezhették az egészet, miközben Eckler Gergely, dr. Guller Zoltán, vagy éppen Béres István neve rendre felmerül a különféle cégek körül. Guller Zoltán például az első Orbán kormány idején az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkárságán dolgozott, Eckler Gergely pedig 2005 és 2007 közt a HÖOK elnöke volt, majd 2007-től lett az Oktatási és Kulturális Minisztérium referense. Az Európai Bizottság ellenőrei és mindenféle szabálytalanságokat találtak a közbeszerzésekben, és Magyarországnak emiatt nagyjából 3 milliárd forintot kellett visszafizetnie az EU-nak. Földi halandók számára meglepő nyíltsággal tárgyalja a miniszterelnökség ellenőrzési főosztályának 36 oldalas jelentése a történteket. A jelentést bár 10 évre titkosították, igazából évek óta elérhető az interneten. Az ellenőrzés a legtöbb projektben felfedett túlárazást, ami részben abból fakadt, hogy különféle szállítók ugyanazokat a tartalmakat adták el, másrészt új fejlesztések adtak el már korábban legyártott dolgokat. Egyre durvább füst lesz, ja. A projektben beazonosítható egy bizonyos rendszeres szállítói kör, akik az elvileg egymástól független eljárásokban nagy sikerrel vettek részt. Például a miniszterelnökség által vizsgált projektek nagyjából felében nyert az a 2 cég, aki a 12. kerületben is, a Commitment Zrt. És a Studio Room Kft. A témában készült egy igencsak szórakoztató Olaf jelentés is, amiből megtudhatjuk például azt, hogy, vagy épp azt, hogy, de arra is rámutat, hogy, és persze, hogy. Mindenből talán látszik, hogy egy ilyen összegű és méretű szervezett lopást csak úgy lehetett megvalósítani, ha valaki úgymond felülről irányítja az egészet. És bár Eckler Gergely és Guller Zoltán neve bukkan fel legtöbbször az övegeses programban nyertes cégek környékén, mégis sok újságíró, aki a témával behatóban foglalkozott, rendre Pokorni Zoltán nevét emlegette. Legnyíltabban tette ezt maga a Hatházi Ákos,
aki egy tavaly tavaszi klubrádiós interjúban elmesélte, hogy még akkor, mikor ő fideszes volt, megkérdezte az ottani szekszárdi fideszes polgármestert, hogy mi ez az egész program. Fideszben azt mondták, amikor itt Szekszárdon dönteni kellett róla, kérdeztük, hogy ez milyen program, ez így előttem van ez a kép, hogy ez micsoda, és akkor mondta a polgármester, hogy ez a pokorinak a bulija. Ja, igen. Most már számból is jön a füst, egyre durvább. De az nem rossz, hogy elindul, nem ilyen füst nélkül, és a végére ilyen b***ott nagy füstbe állok. Elképzelhető, hogy Pokorni Zoltánt azért nem találta senki a történetben, mert amikor az általa vezetett intézmények gazdasági ügyeiről van szó, akkor Pokorni Zoltán igazából Béres István. Béres Istvánt a 90-es évek első felében fideszes oktatási szakértőként emlegetik, majd Pokorni Zoltán minisztersége alatt az Oktatási Minisztériumban eleinte tanácsadója lett, majd beruházási kormánybiztosként felügyelte az Oktatási Minisztérium nagyobb értékű beruházásait. Mikor Pokorni a Hegyvidék polgármester lett, ide is követte Béres István, aki immáron 15 éve polgármesteri tanácsadóként dolgozik a kerületben. És bárkivel beszélünk, aki egy kicsit is jobban rálát a kerület gazdasági ügyeire, azt hallani tőle, hogy igazából ezeket Béres István intézi, és nem a polgármester. Az Arany János iskola laborjának fejlesztésével kapcsolatos szerződéseket nem igazán akarták nekem odaadni a 12. kerületi önkormányzatnál. Azt mondták, hogy ezek már nincsenek náluk, hiszen ők odaadták a tankerületnek. És akkor jaj! Oké, írtam a tankerületnek, akik viszont azt válaszolták, hogy náluk sincsenek ezek a szerződések. Ezután kénytelen voltam írni a NAIH-nak és ezt elküldeni az önkormányzatnak. Láss csodát, ezek után megtalálták a szerződéseket. A 12. kerületben meghívásos, vagy éppen nyílt, de egyszereplős közbeszerzéseket nyerik el rendre ugyanazok a cégek sok-sok éve az építéssel kapcsolatos melókat. De legalább arra odafigyelnek, hogy Pokorni Zoltán legfőbb bizalmasához nem kerülnek azok a lakások, amik a közbeszerzéseken nyertes cégek székhelyei voltak, nem kerülnek hozzá cégek ezen nyertes cégek vezetőitől, vagy éppen nem a Hegyvidék Média Kft. Ügyvezetőjénél temetik el ezeket. Az öveges program viszont így sikerült. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy itt most rengeteg cégre volt szükség, hiszen 66 önkormányzat 10-10 közbeszerzésére kellett minimum 3 indulót találni, így valószínűleg szükség volt már Béres István kapcsolati hálójára is. Na, de térjünk vissza az Arany János iskola laborjához. Az építési beruházást természetesen most is a kerület kedvenc cége, az Arhibona Kft. Nyerte meg. Ez két terem egybenyitásáról és némi gépítészeti és felújítási munkákról szólt 33 millió forintért. Az Arhibona Kft.-nek a Skeeta és a Kalisztó Kft.-vel kellett versenyeznie. A Skeetát már ismerjük régóta a kerületben, hiszen éveken át felváltva nyerték az Arhibonával a közbeszerzéseket. Az egykor offshore hátterű, Gál András Leventéhez köthető Kalisztó szerepeltetése szintén érdekes, már csak azért is, mert Gál András Levente ügyvédi irodája ekkoriban is a kerületnek dolgozott. A közbeszerzések lebonyolításával kapcsolatos munkákat a Tricsók ZRT látta el, mint teszi minden hasonló esetben az elmúlt 12 évben a kerületben. A Digitális Tananyag Kft. Nagyjából 1 millió forintot költhetett el informatikai eszközök beszerzésére. Ugyanebben az évben egy 14 milliós melót is nyert az oktatási hivatalnál, ahol Béres István 1/1-es tulajdonú Infokon cégével, illetve az Eduka Systemmel kellett versenyeznie, utóbbi cég ekkor Béres István lakására volt beegyezve. A Commitment ZRT 10 millió forintot kapott elvileg két szoftver kifejlesztésére. Az egyik egy valami, ami képes a kísérletek elektronikus dokumentálására. A másik pedig egy olyan szoftver, amelyben a labor beosztását lehet tárolni. Mondom sem kell, hogy belefulladunk az ingyenes ISP szoftverekbe. Például a miniszterelnökség is, mikor az iskolákat ellenőrizte, az egyiknél azt találta, hogy hiába vették meg ezt a szoftvert, mégis egy ingyeneset használtak. A cégben egyébként korábban szakmai igazgató volt dr. Környei László, Pokorni Zoltán egykori helyettes államtitkára. A cég ekkori 2013-as Balassi Bálint utcai székhelye egyébként később Béres István tulajdonába került. Egy kicsit kitérnék a Balassi Bálint utca 9-11 alatti társasházra, mert többször is előkerül történetünkben.
Az egyik első emeleti lakás már 2003 óta Béres István tulajdona, jelenleg családi körben oszlik szét. Egy félemeleti lakás pedig hemzsegett az öveges programban nyertes cégektől. Ez a lakás eleinte a North Holland Kft., majd ZRT tulajdona volt, ami pedig először Gullert Zoltáné, majd Eckler Gergeré. Utána a lakás Béres Istvánékhoz került. Először egy bizonyos céghez, amit már korábban is Béres István tulajdonolt, csak erre az időre kilépett belőle, és csak a feleségét hagyta benne. Viszont valószínűleg valami probléma adódhatott, és lehet, hogy az, hogy a cégeket elfelejtették kijelenteni a lakásból, így a lakás visszakerült a North Holland Kft.-hez, kijelentették a cégeket, majd onnan már egyenesen Béres Istvánhoz. Unalmunkban a társasház második emeletén megtaláljuk azt a Grécs Gábort is, akitől az Archibona tulajdonosa Jakab Péter vásárolta az Inteli Mobiles nevű cégét. A Commitment ZRT más vonalon is kapcsolódik a kerületi Fideszhez, a cég később ugyanis Maurer Viktóriához került, Maurer Viktória pedig 10 éven át volt a Hegyvidéki Újságot és a Hegyvidék TV-t megjelentető Hegyvidék Média Kft. Ügyvezetője. A Studiorum Kft. Elvileg pedagógiai tanácsadást és szakmai koncepciót adott a kerületnek 6,5 millió forintért. Szakmai koncepciónak gyakorlatilag ugyanazt adták el minden iskolának, nyilván némi helyi jellegzetességgel kiegészítve. A 12. kerületben ez utóbbit úgy tűnik, hogy a tanárokkal irattatták meg, legalábbis sok szövegrész, többes szám első szemében készült el. Ez a cég szintén Eckler Gergelytől indult, majd az öveges program időszakában dr. Szabó László neve alatt futott, és 2017-ben került a felfüggesztett börtönkapó Csizmadia Imréhez. Szabó László, aki a papcsák alatti zuglói fideszes önkormányzat Pap Csilla nevű jegyzőjének a férje, és volt még. 2007-től az MTV közalapítvány kuratóriumának fideszes delegáltja, a kormányváltás után pedig az MTVA tanácsadója, majd kommunikációs igazgatója. A Modern Oktatási Eszközök Kft.-től interaktív oktatási eszközök érkeztek a kerületbe 9 millió forintért, ezekről sajnos nem derült ki, hogy pontosan mik lehettek. A cég a kérdéses időszakban Eckler Gergely volt, és ugyanabban a Balassi utcai lakásban volt beegyezve, ami később Béres Istvánhoz került. A cég 2014-ben egy bizonyos Horváth Ádámhoz kerül. Horváth Ádám a Multinova Kft.-ben volt ügyvezető, ez a cég, ahol Béres István korábban a tulajdonosi jogokat gyakorolta. Az Okker Oktatási Kiadói és Kereskedelmi ZRT oktatási és képzési feladatokat látott el a projektben, összesen majdnem 40 millió forintért. Szintén ugyanarra az üzleti körről van szó, a cég 2006 és 2009 közt a Commitment Kft. Tulajdonában állt, ami ekkor dr. Guller Zoltáné volt. Ugyanígy a cég az öveges program időszakában az Okker Oktatási és Kereskedelmi ZRT tulajdona volt, aminek székhelyre jelenleg egy olyan társasházban bukkanunk rá, ahol Béres István irodája is található. A miniszterelnökség 6 önkormányzat köztük a 12. kerületben vizsgálta a Librum Kft., a Hunniarek Kft. És az Okker ZRT által készített segédanyagokat, és arra jutottak, hogy a cégek apró változtatásokkal új fejlesztésként gyakorlatilag ugyanazt adták el mindenkinek. A Librum és a Hunniareg vezetői felfüggesztett börtönt kaptak, az Okkerral valamiért nem törődött senki. Az E-Animations ZRT-től valami fajta digitális tananyag egy gépre szóló licencét vásárolta meg a kerület 25 millió forintért. És micsoda meglepetés, ennek a cégnek is a korábbi székhelye Béres István tulajdonába került. A cég ügyvezetője 2012 és 14 közt az a Garab Szabolcs, akitől Béres István 2008-ban a másik borászati cégét, a Tokaikumot vette. A Tokaikum székhelye ugyanakkor Garab Szabolcs Szilágyi Erzsébet fasori lakásában maradt még egészen 2014-ig. Garab Szabolcs érdekeltségei közé tartozott 2010 és 2019 között az a MOM Evitel Kft., ami a MOM-ban található gyógyszertárat üzemeltette. Amikor a 12. keleti önkormányzat a koronavírus járvány elején bevásárolt, illetve gyógyszertárba ment az idősek helyett, akkor az önkormányzati alkalmazottak vásárolni csak a Szarvas Gábor úti CBA-ba mehettek, gyógyszert venni pedig csak a MOM-ba. Képzelhetitek, mennyire végtelenül logikus, hogyha egy néninek a normafánál kell 2 alma és egy aszpirin, akkor az alkalmazott nem veheti meg azt a környéken, hanem először el kell menni a bakcsóponthoz, onnan Kútvölgybe, majd vissza a normafához. Nehéz látni, hogy ennek mi értelme lehetett. A Pro Kommunikációs Kft.
2 millió forintért szervezhetett szakmai napot az Arany János iskolában, valamint 2 millió forintot költetett el némi nyomtatásra, egy nem túl bonyolult weboldalra és 10 fénykép elkészítésére. A weboldalt nem találtuk, persze ezt már lehet, hogy megette az idő, a fényképek fenn vannak a weboldalon, bár egy kicsit homályosak. Na és akkor mi van? Semmi! Aki eljutott idáig, talán láthatta, hogy a 12. kerületi öveges program szétlopása korántsem független Pokorni Zoltán tanácsadójától és a polgármester kapcsolati hálójától. De a probléma ennél jóval nagyobb, ugyanis ezek a cégek nem csak a 12. kerületben nyertek, hanem számtalan más helyen is, de erről majd egy következő nézhetetlen videóban fogok beszélni nektek. És a végén lejön egy kis vidámság, nézzük meg Béres István 1/1-es tulajdonú Infokon nevű cégének szerepét az öveges programban. Béres István cégét összesen 5 öveges programos közbeszerzésre hívták meg, ahol úgy tűnik valamiféle töltelék cégként kellett megjelennie. Mind az 5 esetben az E-Animation ZRT-vel és a Parallel Consulting-gel kellett versenyeznie. A cégek közt hatalmas verseny lehetett, az Infokon ugye Béres István cége, a Parallel Consulting akkori Kis János utcai székhelye már a Béres István tulajdona, ám ez a lakás ekkor még az E-Animation ZRT tulajdona volt. Szívből gratulálunk! Like a rock.